Üdvözlöm nézőinket, Önök a Tükör című kulturális magazint látják. Eddigi műsorainkat a klasszikus művészeteknek és a főiskolai programoknak szenteltük. Most kíváncsiak voltunk, vajon van-e élet a hallgatói klubon kívül is. Mai adásunk rendhagyó, ugyanis az alternatív kultúra világába kalauzoljuk nézőinket. Látható lesz a Karcz nemű művészeti egyesület előadásából egy rövid összeállítás, majd az 5. Egri Rock Fesztivál képei következnek. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk! A Kulturális Art nevű egyesület 2001-ben alakult Debrecenben. Idén márciustól egri főiskolásokat is a tagok között tudhatunk. Első nagyobb egri megmozdulásokat láthatják most. Megidézem illatodat, lábnyomomban lábnyomodat, arcot hagyja lenganapban, tűzfasíra mosolyodban. Megidézem szoknyát, korcát, szátsakára, kenyűk morzsát, honlokodra rózsafüzért, az élet mozsolja szint. Ima emlő kezeidet, betakarni sebeidet, és hogy sose legyen vége, eltemetlek élve. Félve, félve, félre teszem illatodat, lábnyomommal lábnyomodat, álmaidnak örök árját, lettünknek magad zárát, hogyha soha nem jön vissza, csak a szívünk legyen tiszta, s mossuk tovább egeink, üres hátban egeink. A Karcz, vagyis Kulturális Art Club nevű egyesület 2004-ben alakult Debrecenben. Körülbelül fél éve döntöttek úgy az alapítók, hogy a művészeti kört Egerbe is kiterjesztik. Városunkban 17 főiskolás taggal bővült a kortárs művészkör, de míg alapító városukban főleg irodalommal foglalkoznak a tagok, addig az egri főiskolások egyedi zenéjükkel, képzőművészetükkel is kibővítették az egyesület repertoárját. Kultúrával foglalkozunk, azt próbáljuk bemutatni, megmutatni az embereknek. Kiállításokat szervezünk, és ilyen előadóesteket szeretnénk még szervezni. Kereteink szűkösek, sajnos, mivel közhasznú, így magánvállalkozók, magánszemélyek adományaiból tartjuk fent magunkat, illetve a tagsági díjból, ami nem nagy. Az egyesület tulajdonképpen mindenkit befogad, bárki, aki valamilyen szinten érdeklődik a képzőművészet iránt, illetve bármilyen művészet iránt. Sok mindenkinél lehet jelentkezni, elsősorban nálam. És milyen feltételeknek kell megfelelnie? Szinte semmilyen feltétel nincsen. Ez nem a kritériumokról szól, arról, hogy meg kell felelni valaminek. Az, hogy ha valamit csinálok, és valamit szeretek csinálni, és meg akarom egy kicsit mutatni azt, hogy igenis, én értékelem azt, amit csinálok, akkor mi lehetőséget adunk rá, hogy megmutassa az ember azt.
Ezt az interneten is tesszük, online folyóirat formájában. Ott szintén láthatóak azok a munkák általában, amik már itt megvannak élőben. Ez a www.karc.hu honlapon működik. Az ifjú művészek szinte minden művészeti ágban alkotnak valami újat. Legutóbb május 17-én a helyőrségi klubban gyűltek össze az EGRI tagok, hogy művészetüket megosszák az érdeklődőkkel. Az est címe Stílusok találkozása volt, mely helyesen foglalta össze a stílusokat, műfajokat, egyedien ötvöző előadásokat. Következzen az 5. EGRI Rock Fesztiválról készített összeállításunk. A fellépők sorát olyan nevezzenekarok színesítik, mint a Depresszió, vagy a már 22 éve fennálló Pokolgép. A Szépasszonyvölgy már délután megtelt a rockzenekedvelő fiatalokkal. Az EGRI Rock Fesztivál évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A koncerteken 4:30-tól hajnali 5-ig tombolhatott a közönség, miután sikeresen átjutott a szigorú biztonsági ellenőrzésen. Összeállításunkban igyekszünk visszaadni a rendezvény jó hangulatát. Tagjai Kovács Attila gitárnál, akik nemrég érkezett hozzánk, és lehet őt ismerni a Varsó és a Nerf Killer zenekarokból. Basszus gitárnál Leszenyi Imre, gitár Bori Sándor, és ma estére a dobosunk pedig Moldovány Jani, akit már ismerhetnek az arcok több zenekarból is. Egyébként pedig Border Zoltán az állandó dobosunk, csak ma nem tudott megjelenni velünk. Egerben nem látható a zenekar olyan sűrűn. Hogy éreztétek magatokat a mostani koncerten, és mi a véleményetek az EGRI rajongókról? Rettenetesen melegünk volt, meg nagyon rohantunk idefelé, de hát ahhoz képest elég jól sikerült a buli. Eddig azt hiszem, hogy kétszer voltunk már itt. Egyszer a Kadavazsát, de Tortugaszékkal, egyszer meg az NPM-ával, akkor a... nem tudom, hol voltunk. Sorompó nevű helyen, igen. Azok is nagyon jó bulik voltak, úgyhogy nagyon szeretjük Egert. És ha minden igaz, akkor van egy meghívásunk őszre is, tehát már lehet rá készülni, akkor is nagy zúzást lesz. Azt hiszem a Sorompóban az is. Ön nemrég megjelent az új albumotok. Erről bővebb információt kaphatnánk. Igen, ez egy split CD a Szeg zenekarral. Közösen tőlük van rajta 4 szem, és tőlünk van 4. Angol nyelvű dal. Ez egy ilyen papírtokos formában jelent meg, nagyjából egy hete, és ez majd ilyen promó célokra szolgálni, de nálunk a koncerteken meg lehet majd vásárolni, illetve a honlapunkról is meg lehet majd rendelni. Őszén, amikor én otthagytam az előző zenekaromat, akkor így egy csomóan mások is otthagyták az előző zenekarukat, konkrétan a Szabolcson kívül mindenkit, a Szelim is, a Zsolt is, meg a Béla is. És hát mi ismertük egymást már nagyon régen, vagy hát nagyon régen nem, de így évekkel korábbról, mert mindig voltunk egymás turnéin, turnékellékek. És egyszerűen felhívtuk egymást, hogy figyeljetek, csináljunk egy új zenekart, és csináltunk. Ez volt 2000 legelején.
és 2000 április 1-én, nem, március 31-én volt az első koncertünk, és nagyjából azóta folyamatosan vagyunk. Melyik a fontosabb, a külföldi karrier, vagy Magyarországon szeretnétek inkább? Én szerintem azt nem lehet így különbséget tenni a kettő között, hogy melyik a fontosabb, tökre fontos mind a kettő, tehát... Az tény, hogy a külföldi útépítésben úgy viszonylag, nem tudom, tehát úttörők vagyunk ebben a dologban, nem egyedül, mert ott ugye az ektomorfa kínálunk már jóval előrébb is tart, meg azért a Cadaveres, a Blind, tehát azért vannak már zenekarok is, akik játszanak ugyanúgy kint, de ez nyilván nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem fontos, vagy hogy bármennyire is lenne fontos Magyarország. Most egyszerűen az van, hogy az utóbbi egy évben azért játszottunk itthon már kevesebbet, mert hogy 2003-ban jött ki utoljára új lemezünk, és majd idén fog valamikor nyár végén vagy ősz elején. Egyszerűen nem akartuk azt csinálni, hogy most ugyanazt a, nem tudom, 11-2 számos programot harmadszor is megpróbáljuk lenyomni az emberek torkán. Az új lemezen lesz egy darab bónusz track, ami magyar nyelvű lesz legalább, mert igazából ezzel mindig... tehát én úgy voltam ezzel az egész kérdéssel, hogy az végül is többé-kevésbé egyértelmű, hogy az ember az anyanyelvén jobb szöveget fog tudni írni mindenképpen, mint idegen nyelven, mert hát, ha más nem, akkor a szókincsünk nyilván 100 000-szer akkor a saját nyelvünkön. Viszont egy darabig, tehát én mindig attól féltem, hogy jó, csak ha az ember magyar nyelvű számokat kezd el írni, akkor nyilván jóval sikeresebbé válik hirtelen Magyarországon, mert ugye, ha értik a szöveget az emberek, akkor azért az jóval könnyebb. És nem akartam azt, hogy feláldozni viszont azt a részét a dolognak, ami a kinti. Viszont most már eljutottunk oda, hogy igazából a... tehát valószínűleg az, hogyha lesz esetleg magyar nyelvű szám, és az már nem befolyásolja azt, most már... a Feri fogja írni a szövegét. Most már elmentünk elég messzire ahhoz. Itt most egy történelmi pillanatot láthatok, mert felkért engem a Superbát nyilvánosan arra, hogy írjam a szövegeit, és hogyha ők ezt komolyan veszik, én ezt nagyon szívesen megteszem. Akár, mondjuk ennek lett volna egy olyan célja, és hogyha csinálunk magyar nyelvet, hogy kipróbálnám ugyan magam magyar szövegírásba is, viszont ettől függetlenül szívesen várjuk azt is. Úgyhogy legyen az, hogy akkor nem egy szám lesz, hanem kettő, az egyiket a Feri írja, a másikat én. Na? És akkor én viszont írok neked angolt. Na, kezdet hát rá. Akkor díl. Na, akkor gyerünk.
voltam 9 éves, és így elragadott. Na mindegy, hallottam egy metal lemezt, ez pontosan a Wasp-nek volt az egyik lemeze, és én 9 évesen eldöntöttem, hogy zenélni fogok. És ez bennem annyira ilyen erősen mozgott, hogy addig nem nyugodtam, amíg el nem kezdtem zenélni, aztán elkezdtem magam mögé keríteni embereket, és végül az lett belőle, hogy egész fiatalon elkezdtünk metal zenét játszani. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy így az életemnek a nagy részét képezi a zene, főleg, hogy már 15 évesen megalapítottam a zenekart, és azóta töretlen lendülettel csináljuk, úgyhogy nekem igazából a zene az így mindent jelent. Én nem is tudom elképzelni nélküle az életem. 94-ben találtunk egy trombitást, és akkor megpróbáltuk. Egy barátom volt, ő is ebben a zenében mozgott, de trombitás volt, és mondtuk, hogy ha már egyszer csinálunk egy zenekart, akkor ez ne egy átlag. Ez fontos egyébként, nálunk ez mindig fontos volt, hogy ne egy ilyen kitaposott ösvényt járjunk, hanem valamivel próbáljuk meg színesíteni dolgot, ami mondjuk másra nem jellemző. És így jött az, hogy próbáljuk ki a trombitát, és kipróbáltuk, és a közönség részéről is egy ilyen nagyon pozitív visszajelzés jött. Kapásból, amit fölvettünk, demót még 95-ben szétküldtük, külföldre jöttek a visszajelzések, kiadóktól le is szerződtünk Hollandiába, úgyhogy láttuk, hogy ez egy pozitív dolog, érdemes vele próbálkozni. Később ezt mi kibővítettük Harsonára is, most jelenleg csak a Harsona maradt, mert az akkori trombitásunk már nincs velünk, de a lemezeken van még tuba is, meg tenorkürt. Több mint 22 éve együtt a csapat, ha jól tudom. Mi az, ami még mindig motiválja ezt az együttlétet? Hát a zene szeretete, ennek a műfajnak a imádata, és a közönségnek a szeretete, a koncerteken a lelkes biztatás. Azt hiszem, ez az, ami motivál minket, és ettől működik a zenekar már idestova 22 esztendeje. Új csapatok nem tisztán játszanak rockzenét, hanem keverik valamivel. Mondjuk kialakították a goth rockot, amit általában operával kevernek, tehát rockzenét operával, újabban a technózenével is keverik a rockot. Erről mi a vélemény? Tehát nézed, nekem nagyon tetszik a dolog, hogyha valaki tudja, hogy mi honnan van, akkor az egy szimpatikus dolog, mint ahogy a Judas Priest együttes, aki ennek a egész keményebb zenei vonalnak a egyik meghatározó és legelső angol száz zenekara, egy Purcell nevű angol zeneszerzőnek a operáját dolgozta fel legújabb 2005-ös lemezére. Hát miért ne? Hát régen is éltek nagyon nagy zenészek, sőt régen éltek nagyon nagy zenészek, és föl kell használni azokat a zenei gondolatokat, amiket föl lehet használni, és esetleg a mai zenei nyelvezetbe nyugodtan bele lehet ötvözni, ettől nem lesz kisebb egy mai zenész, hogyha felhasznál ilyen elemeket. Én is mindig fejet hajtok olyan zenei nagyság előtt, amiket felhasználunk. Tehát nem véletlen az, hogy pokolgéplemezeken esetleg előfordulnak olyan dolgok, amik nem ilyen mindennapi, tehát nem a mindennapi gyakorlat. Tehát így magyar népzenei elemektől kezdve
Johann Sebastian Bach zenei gondolatai, vagy esetleg Paganininek a virtuóz hegedű játéka átültetve a mai gitárhangzás világba. Adatok, amiben az szereplén, hogy ne ássunk sírókat, milliókat egy miatt. A mai világ sajnos nem erre tart. Szerinted lehetne ezen változtatni úgy, hogy mondjuk a fiataloknak mást közvetítetek? Hiszen végül is a fiatalok fogják tovább vinni a világot. Mit közvetítsünk nekik? Az, hogy minden rendben van? Ez a ne ássunk sírókat című dal akkor keletkezett, amikor a szerb háború kitört, és amikor a tengeren túlról repülők érkeztek, és ártatlan emberek meghaltak. Úgy vélem, hogy ennek a dolognak, amit popzenének nevezünk, a körülöttünk lévő világot kell gondolatiságában tükrözni, mert ezt a kérdést föltehetnéd akár Bob Dylannek is, aki arról énekel, amit éppenséggel lát, vagy ami negatív dolog, de a Her című musical, vagy rock opera, ugye a vietnámi háborúról szól, ha jól tudom, akkor erről nem szabad énekelni a problémákról? Csukjuk be magunkat, dugjuk a fejünket a homokba, vagy esetleg hívjuk rá föl fiataloknak a figyelmét, mert hát, ha egyszer valaki közületek olyan helyzetbe kerül, hogy döntéshozó lesz, és be tud avatkozni ebbe a dologba, bár attól tartok, hogy a világpolitikában szerintem mi magyarok nem nagyon tudunk beavatkozni, de véleményt azért lehet formálni, és hogyha ilyen szinten formálunk véleményt a Pokolgép Együttes a háború ellen, vagy az ellen, hogy értelmetlen dolgok bekövetkezzenek itt környezetünkben, vagy a nagyvilágban, akkor ezt el kell mondani a fiataloknak, hogy tisztán lássanak. Hisz a médiából felénk áramló dolgok, vagy különböző sugallatok, azok néha megvezetik a fiatalokat, esetleg nem jó irányba. Hogyan és miért alakult a zenekar? Hogyan és miért? Igen. Mert olyan emberekből áll, azt gondolom, akik szeretnének visszaadni valamit abból, amit másoktól kapnak. Ez röviden az indok, azon kívül ezt még fejtegethetünk bőven, de azt gondolom, hogy ennél többet nem kell mondani, hogy szeretnénk adni valamit az embereknek. A
a tankcsapdához hallottam már többször, hogy hozzájuk hasonlítanak, vagy tehát rájuk emlékeztettek ehhez, ez mit gondoltak erről, hogy miért? Nézd, annak idején mi is persze ténykorunkban hallgattunk tankcsapdát, és szeretjük is, amit csinálnak, de azon kívül azt gondolom, hogy van egy életérzésbeli hasonlóság, amihez most hasonlítják a zenekar, de azt gondolom, hogy már a mi zenekarunk az jóval egy másabb irányba indult el. Tehát bárki meghallgatja akár a dalszövegeket, akár a zenét, azért ez egy teljesen más és modernebb irányzatot képvisel. Életérzésben lehet, hogy vannak hasonlóságok, de ez maximum abból következik, hogy ugyanazt gondoljuk bizonyos dolgokról. Nézve, milyen terveitek vannak, új lemez, koncertek a nyáron? A jövőre nézve olyan terveink vannak, hogy hát lényegében az, hogy nyáron fesztiválok, és ősszel az, hogy megjelenik a DVD-nk, ami tartalmazni fogja a zenekar 5 éves jubileumi koncertjét, amit a Petőfi csarnokban tartottunk, és ezen kívül még több ilyen turné jelenetet, vagy hát egy turné filmet, egy interjút, videoklipeket, így ilyesmiket. Ezt fogja tartalmazni az ősszel megjelenő DVD. Tavasszal, hát elméletileg tavasszal szeretnénk kihozni egy maxit, ami már új dalok lennének, pontosan meg még új dalok koncert verziói, és hát ezen kívül azt szeretnénk, hogy a jövő ősszel, tehát 2006 őszére megjelenne az új lemez. Ez még lehet, hogy átcsúszik 2007 tavaszára, de valószínűleg 2006 ősszel. Megkérdeztük a rendezvény főszervezőjét, hogyan értékelte az idei fesztivált. Most is sikerült technikailag is, látványilag is, fellépőleg is előrelépnünk. Én azt hiszem, hogy mindenképpen pozitívan lehet értékelni. Mindazonáltal, hogy egy picivel a tavalyihoz képest is több fizetőnézőnk volt, tehát megállt a lábán a buli, lehet mondani. Én azt hiszem, hogy ebből csak pozitívan lehet kijönni. Tehát lesz jövőre is. Mindenképpen. Tehát, hogyha 5-öt kihúzunk, akkor a 6. az már nem lehet kérdés. És esetleg vannak már tervek jövőre nézve? Terv van. Az érdekes, hogy a terv az mindig az alapjáról kezd összeállni. Tehát ugye, és ez tényleg egy ilyen érdekes kérdés, hogy mindig a teteje a húzónév. Tehát az, aki a program tetején van, az, aki igazán bevonza a közönséget a depresszióhoz, egy ilyen állandóan nagyon működő dolog. És ennek ellenére mindig az alja az, aki igazán összeáll. Ez, ami kicsit úgy mondjam, a szakma szíve csücske, tehát akit mi szeretünk, aki mi hozzánk el közel. Tehát nekem jövőre ki van jelölve a Cascade Garden, a Bridge to Solace, a Blind Myself, akik már tavaly voltak itt. Ez mind olyan, akik piszok jó minőségi zenét produkálnak, de nem biztos, hogy ők a húzónevek. A húzónevek aztán majd fölé épülnek, attól függ, hogy mit tudunk összerántani. De mindenképpen lesz 6. Esetleg külföldi zenekarokat hívtak majd? Igazság szerint ennek olyan bonyolult a háttere, és annyira telített a magyar piac, mind a nyári fesztiválok, mind a vidéki tavaszi rendezvények tekintetében, hogy ezt azért, és hiába mondják, hogy ez nem rock and roll business, valamilyen szinten business, és ezt meg kell gondolni, mert a külföldi produkciónak annak ellenére, hogy nem egy nagy zenekaros nevekről van szó, van egy olyan anyagi vonzata a catering a háttér miatt, amit nem biztos, hogy ki lehet termelni. Tehát ezzel terve van, de csinyán kell bánni.
Nyáron sem szeretnénk, ha nézőink program nélkül maradnának, ezért most egy rövid ajánló következik a hónap legérdekesebb EGRI eseményeiből. A Művészetek Háza programjaiból. Június 17-én 17 órától Kozma István festőművész kiállítás megnyitója látható a Templom Galériában. Június 11-én 16 órától az Átriumban a Kartoncsoport Ruhalátványtár című kiállítás megnyitója várja az érdeklődőket. Június 13-ától a Kísérleti Galériában az Eszterházy Károly Főiskola 2. számú gyakorlóiskola végzős, alkalmazott és elektronikus grafikus hallgatóinak munkái láthatók. Június 24-én a Múzsák Nyara rendezvény keretein belül kézműves foglalkozás, tűzugrás, fáklyás felvonulás a Szépasszonyvölgybe, illetve 21 órától ugyanitt táncház a Gajdos és Kerekes együttessel. A Megyei Művelődési Központ programjaiból. Június 17-én Én is tudok táncolni címmel Egerváros amatőr táncosainak évadvégi bemutatóját láthatják. Szintén június 17-én a Deja Vu bemutató előadásán vehetnek részt az érdeklődők 20 óra 30 perctől a Dobótéren. Július 8-án a Help című musical látható a Líceum udvarán. Ennyi fért mai műsorunkba, a nyára kellemes pihenést kívánunk, viszontlátásra szeptemberben!